azoknak az intézményeknek adjuk át, ahol lejárt az EpiPen. Ezúttal is az Egészséges Város Közalapítvány finanszírozásában tudtuk beszerezni ezeket a készülékeket. Több gyulai intézményben is lejár az EpiPen oldat szavatossági ideje, ezért az érintettek újakat kapnak az Egészséges Városért Közalapítvány révén, mondta a kedd délelőtti városházi eseményen Görgényi Ernő polgármester. Mint ismert, Gyulán országos szempontból is egyedülálló program indult. A városban minden óvoda és iskola kapott olyan injekciót, melynek alkalmazásával sikeresen kezelhető, a leggyakrabban rovarcsípések által kiváltott anafilaxiás sokk, ami egy életveszélyes állapotot jelent. Azóta a környékbeli települések jelentős részén a gyulai példa nyomán hoztak az ittenivel megegyező intézkedéseket. A példaértékű együttműködés itt Gyulán, de szerintem az Gyulán mindegyik példaértékű szokott lenni a város összefogás. Példaértékűnek nevezte a gyulai kezdeményezést és a helyi oktatási nevelési intézmények hozzáállását Abdulrahman Abdulrab Mohamed. Az Egészséges Városért Közalapítvány kuratóriumának elnöke ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az injekció beadásához nem kell beleegyező nyilatkozat, és nincs olyan betegség vagy állapot, ami mellett ne lenne beadható. Az eseményen külön kiemelték a gyulavári Bai iskola megbízott tagintézmény vezetője, Dobai Brigitta, és a Lila iskola iskolatitkára Somogyi Csilla munkáját. Ők egy-egy esetben már használták az injekciót. Ez tavaly április 12-én történt, testnevelés órán kint voltak a gyerekek az udvaron, a kislány megcsípte a nyakán a darázs, ugye bejött, bedagadta az arca, nehezebben nyelt, és meg hát ugye meg volt ijedve nagyon, és akkor úgy gondoltuk, hogy itt az ideje akkor használni az EpiPent, és akkor ahogy az Abdul doktor elmondta, levettem a kupakot, és így határozott mozdulattal belevágtam a kislánynak a combjába. Elszámoltam 5 másodpercig, és akkor utána lefektettük, értesítettem a mentőket, az édesanyát, és nyugtattuk a gyermeket addig, amíg ki nem érkeztek a mentősök. Az injekció alkalmazása már nem csak az ötös és a Bai iskolában segített, hanem a programot a gyulai mintára kiépítő két egyházán is két esetben alkalmazták az EpiPent.